Magyarországon most először a parlamenti választással egyszerre népszavazást is rendeznek. Az országgyűlési képviselő választáson az egyéni választókerületek jelöltjeire, valamint az országos pártlistákra voksolhatunk. Egy harmadik lapon az úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás feltett kérdéseire válaszolhatunk. A népszavazással kapcsolatosan is felkészültünk a választási feladatok ellátására. A névjegyzéken a választópolgároknak kicsit rendhagyó módon kettő helyen kell majd aláírniuk a névjegyzéket. Az első rovatban szerepel a népszavazással kapcsolatos szavazólap átvételének az igazolása, tehát ez az aláírás arra fog szolgálni, hogy ő a népszavazási szavazólapot átvette. A második sorban pedig az országgyűlési választás kettő darab szavazólap, ugyanis van az egyéni és a pártlistás vagy országos listás szavazólap, tehát minden választópolgár alapesetben három szavazólapot fog kapni, de kettő helyen kell majd a névjegyzéket aláírni. Ez egy kicsit eltér az eddigi hagyományoktól, tehát senki ne ijedjen meg, hogy duplikálni kell, mind a két aláírás mást igazol, és tulajdonképpen erre szolgál. Az országgyűlési képviselők választása most is egyfordulós lesz, a választópolgárok ezúttal is két szavazattal rendelkeznek. Voksolhatnak arra, hogy a saját egyéni választókerületükben kit szeretnének képviselőnek, valamint a másik íven az országos pártlistára húzhatják be az X-et. A választások április 3-án lesznek, de a helyi választási iroda feladatai természetesen nem aznapra korlátozódnak. Ez a munka már hónapokkal ezelőtt megkezdődött. A választási előkészületekkel jól állunk, ezt kell, hogy mondjam. Szerdán megtörténik a szavazatszámláló bizottságoknak a megalakulása, a megválasztott és delegált tagoknak az eskütétele. Ez szerdán délután 5 órától lesz a Rákóczi Vár Színház termében. Ez a feladat tulajdonképpen az, amivel a szavazatszámláló bizottságoknak a teljhatalma tulajdonképpen megpecsételődik, tehát nekik onnantól kezdve, mint felesküdött tagoknak, ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel helyt kell állni majd a választási feladat megoldásában, lebonyolításában. Reggel 6-kor nyitnak a szavazófülkék, ezt megelőzően a rendőrhatóság átvesz minden szavazóhelységet, ellenőrzést tartanak, és azt követően lezárásra kerülnek a szavazóhelységek. A mai napon megérkeznek a szavazólapok az önkormányzati hivatalba, amiket a jegyzőkönyvvezetők ellenőriznek számszakilag és tartalmi szempontból is. Ezt visszajelezzük a Tiszaújvárosi Országos Egyéni Választókerületi Választási Irodának, és ezt követően a megfelelő őrzéséről fogunk gondoskodni, tehát a szavazólapok már itt lesznek a házban, de ennek a megfelelő biztonságáról a rendőrhatósággal és a polgárőrséggel közösen fogunk gondoskodni. Mivel a kormány a 2020. március 11 óta lejárt okmányok érvényességét meghosszabbította, így ezek bemutatásával is részt lehet venni a vasárnapi parlamenti választáson. A választó polgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt kell igazolnia a személyazonosságát a vasárnapi szavazáskor. A vészhelyzet miatt az okmányok érvényességére más szabályok vonatkoznak, mint az eddigiekben. Akinek 2020. március 10-e előtt járt le az okmánya, az érvénytelen, mindenféle vészhelyzeti intézkedéstől függetlenül. Akinek viszont 2020. március 10-e után járt le az okmánya, az annak ellenére, hogy az érvényességi idő már lejárt az okmányon, érvényesnek kell tekinteni, mivel a vészhelyzet miatt az okmányok érvényessége meghosszabbodott lejárattól függetlenül, és a vészhelyzet kihirdetésének megszüntetését követő 60 napon belül kell megújítani ezeket az okmányokat. Erre a bizottságoknak a figyelmét kiemelten fel fogjuk hívni, de természetesen az a legszerencsésebb, hogyha az okmányok érvényesek. A szerencsét 10 szavazó körben 90-en dolgoznak majd. A szavazatszámláló bizottság tagjai március 30-án délután tettek esküt a Rákóczi Vár Színház termében. Az eskü szövegét Nyíri Tibor szerencsváros polgármestere olvasta fel. Majd Ole Árné, dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző üdvözölte a jelenlévőket, majd ismertette a szabályokat.